Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket, Egészségérték című magazin műsorunkat látják, ami gyakorlatilag egy évértékelő beszélgetős műsor. Szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégeit, Tóth Orsit, és köszöntöm Magvas Zoltánt, a testi-lelki egészségfejlesztési iroda munkatársait. Hát nagyon mozgalmas év van mögöttetek, mind a testi, mind pedig a lelki egészségünk szempontjából nagyon sokat tettetek értünk, tapolcaiakért és Tapolca környéki lakosokért. Tehát erről beszélgessünk egy kicsit. Orsi, milyen programjaitok voltak, merre jártatok, és hát mit csináltatok ebben az évben? Idén is igyekeztünk minél színesebb programokkal készülni, mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztálynak. Kezdenék a szeniorokkal, őnekik ugye volt szenior jogánk, szenior örömtáncunk, a ifjúsági egészségfejlesztésben is igyekeztünk minél több programot belecsempészni, illetve hoztunk olyan programokat is, amik az állóképességet fejlesztik, gondolok itt ez alatt a Tekerj az egészségedért programra, a spinningre volt gymstick edzésünk, ami nagyon jó izomerősítő tevékenység, sport óra egy speciális eszközzel. Ezen kívül még volt jogánk, úgyhogy nagyon-nagyon sok színes programunk volt, kerékpáros túrákat, rendes kirándulásokat szerveztünk, tehát én úgy gondolom, hogy elég színes volt a paletta. A programjainkról a közösségi oldalunkon, a Facebook oldalon lehet tájékozódni, hogy mikor, hol találhatók ezek a programok. Most már hosszú évek óta dolgoztok az egészségünk érdekében, és mondhatjuk, hogy vannak viszonylag állandó programok is, de a vendégeitek állandóak, vagy ezért cserélődnek, jönnek hozzájuk? Mindig sikerül új vendégeket bevonzanunk a programokhoz, akik vállalkozó szelleműek, ki szeretnének próbálni több mozgásformát is, de azért megvannak azok a lelkes látogatóink, akik mindig jó szívvel és örömmel látogatnak el az óráinkra. És hát nem csak ezeken az órákon lehet veletek találkozni, hanem különféle rendezvényeken is, ahol szűréseket végeztek. Igen, vannak egészségfejlesztő programjaink, járunk ki a környező településekre is, örömmel vesszük a meghívásokat, ahová visszük az InBody készülékünket, amire lehetőség van az irodában is, telefonos időpont egyeztetés után. Ez tulajdonképpen egy testösszetétel mérés, ami az aktuális fittségi állapotról ad egy mutatót, és ezek után pedig igény szerint tudunk életmódtanácsokkal szolgálni. Mi újság a klubokkal? Van diabétesz klubunk, ami folyamatosan fut, és ezt a jövő évben is szeretnénk Jámbor Szilvi vezetésével folytatni. A testi egészségünk megőrzése mellett egyre nagyobb hangsúly kerül most már a lelki egészségünk fejlesztésére is, és annak megőrzésére. Ennek érdekében ti nagyon sokat dolgoztok. Igen. Hát az idei évben is nagyon sok feladatunk volt. Azért én azt emelném ki elsősorban, hogy szerencsére már nem kell magunkat hirdetni, mert annyira beépült a köztudatba a Lelki Egészségfejlesztési Központ, hogy elég sokan keresnek meg bennünket. És továbbra is én arra helyezzem a hangsúlyt, hogy nyitottak vagyunk bármilyen megkeresésre. Tehát, hogy a városból, intézményekből, közintézményekből kaptunk bármiféle, vagy ha kapunk olyan jellegű megkeresést, akkor mindenre reagálunk. Nyilván a lelki egészség vonal tekintetében. Ha csatlakoznék Orsihoz, hogyha kitelepülésekkel, nyilván ott is kivonulunk a Lelki Egészség Fejlesztési Központtal is, mármint, hogy ugye mivel már összeköltöztünk, ezért egyek vagyunk. És ott nyilván egy a lelki egészség tudatosítására is hangsúlyt fektetünk ezeken a kitelepüléseken. Én kiemelném a munkahelyi egészségfejlesztést, ahova mindig közösen vonulunk ki, és továbbra is várjuk nyilván azoknak a munkahelyi kis és nagy közösségnek a jelentkezését, akik szeretnének valami hasonló egészségfejlesztési programot szervezni, és azokat várjuk. Illetve amit mindig mondok, és fontos, az az egyéni tanácsadások és a kis csoportos foglalkozásaink. Nálunk, mert ugye a lelki egészségfejlesztési szempontból is tehetünk akár ilyen korosztálybeli különbséget, mi is nagy hangsúlyt fektettünk az idősekre, ugye ott is nagyon fontos a lelki egészségvédelem,
főleg idősen egyedül maradó emberek, az időskori depresszió megjelenése nagy mértékben befolyásolja az időseink mentális állapotát, és ezért sok megkeresésünk is van, akár egyéni, vagy akár ilyen előadások formájában vonultunk klubokhoz, és ott is nyitottak voltunk igazából bármire, amivel megkerestek bennünket. Illetve az egyéni tanácsadásainkra pedig bárki jöhet, akinek valamiféle elakadása van. Hát sajnos, hát relatív sajnos, tehát az egyik ujjamat harapom, ez fáj, másikat az, tehát hogy várólistánk van, tehát hogy már várakozni kell, aki jön. Igyekszünk minél gyorsabban behívni mindenkit, aki jelentkezik hozzánk, hogy minél gyorsabban megkapja a támogatást. Én kiemelném most ezt a karácsonyi időszakot, ugye ez egy mentálisan elég nehéz helyzet tud lenni annak, aki egyedül van, úgyhogy igyekszünk mindenkinek gyorsan segítséget nyújtani, aki igényli ezt. Az év során voltunk egyszer forgatni veletek, amikor munkahelyi szűrés volt, méghozzá egy ilyen lelkiegészség szűrés. Én még akkor, de nekem új volt a dolog, tehát én nem gondoltam, hogy ezt így lehet csinálni. Ennek van-e valamiféle folyamánya aztán azóta? Hát ugye, tehát hogy ez úgy működött, hogy egy pszichológiai munkakompetencia tesztet tölthetett ki mindenki, ami egy ilyen minimális visszajelzést ad arról, hogy aktuálisan milyen erősségei vagy gyengeségei vannak a tesztet kitöltőknek, és amikor kitöltöttük, azt egy nagyon szép diagramon tudtuk ábrázolni, sőt ugye ez egy valid teszt, tehát hogy amikor visszaküldése került, akkor összetudta magát hasonlítani a kitöltő az országos átlagos eredményekkel, és akkor nagyjából be tudta magát lőni, hogy mik azok az erősségek vagy gyengeségek, amik az ő személyiségében megjelennek, mi az, amire támaszkodhat, vagy mi az, ami esetleg egy kicsit fejlesztésre szorul. És hát nyilván, amikor ezek nyilván magán e-mail címekre, mivel teljes anonimitást biztosítottunk, és mindenkitől kértük, hogy az eredmény a magán e-mail címre mehessen, ezért oda elküldtük a visszajelzést, és ott nyilván felajánlottuk mindenkinek azt a lehetőséget, hogy aki nem csak egy írásos visszajelzést szeretne, hanem szeretne egy kicsit bővebben rátekinteni az ő saját pszichológiai immunkompetenciájára, az időpont foglalása, vagy időpont egyeztetéssel jöhessen, és akkor kaphasson egy plusz szakembertől egy olyan visszajelzést, vagy akár elindulhasson egy olyan folyamatban, ami egy mentális támogatás, mentális tanács csodási folyamatról beszélünk, vagy akár csatlakozhatott különböző csoportfoglalkozásokhoz. Azt tudom, hogy mikor Orsiék a szűrésekről beszélnek, mindig hozzáteszitek, hogy lehet kérni, hogy menjetek munkahelyi közösségekhez is, és azért ez egy elég népszerű dolog, sokat mentek munkahelyekre, és szűrtök. De ti is ugyanígy a mentális egészség szűréssel kapcsolatban lehet kérni benneteket, hogy menjetek ki? Abszolút, abszolút. Tehát, hogy én egy kicsit ezt összemosnám azért, mert hogyha már egy munkahely nyitott arra, hogy egészségfejlesztés legyen, akkor én ezt a kettőt, a testit és a lelkit nagyon egybe raknám. Tehát, hogy aki el tud jönni és föláll egy InBody gépre, ugye ott, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy amíg valaki InBody gépen áll, addig valaki tölthet tesztet, mert ugye nyilván ez nem egyik pillanatra a másikra megy, hanem ennek van egy kiértékelése, akkor az egészségfejlesztés kolléganők nyilván adnak egy visszajelzést erről, hogy mire kell odafigyelni, vagy esetleg azt mondják, hogy jöjjenek be akkor egy dietetikai tanácsadásra az egészségfejlesztés irodába. Tehát én azt mondom, hogy ez egy ilyen figyelemfelhívás elsősorban, visszajelzés az aktuális állapotról, az még nem egészségfejlesztés, az még csak az első lépés ahhoz, hogy min kéne nekem változtatni, vagy mire kéne helyeznem a fókuszt, hogy az egészségemért tegyek. Hát ha már a fókuszt említetted, akkor ebben az évben több olyan téma is volt, amivel kapcsolatban ti is fókuszba kerültetek. Az egész várost megmozgatta nyáron a hajléktalan kérdés, most ősszel pedig az iskolai bántalmazás kérdése. Nagy feladat elfogadtatni a témákat, hogy erről beszélnünk kell, így értem, és aztán pedig, hogy gyakorlatilag mi nekünk magunknak is tennünk kell, szülőként is, elszenvedőként is, bántalmazóként is, feladatunk van ezzel. Igen. Hát az iskolai zaklatás ugye az most újra úgymond reflektorfénybe került. Igen.
ugye a tragikus esemény miatt, de azért azt hozzáteszem, hogy nem most kezdtünk ezzel foglalkozni. Tehát, hogy ez nem egy új keletű dolog, hanem ez a Lelki Egészségfejlesztési Központnak évek óta, szinte mondhatom, amióta megindultunk, benn van a programjában, hogy ezzel foglalkozni kell, és mi mindig nagyon nagy hangsúlyt fektettünk erre. Nyilván, amikor iskolák megkeresnek bennünket, vannak különböző tematikák, amivel kérik, hogy menjünk. Nagyon gyakori az, hogy a mi csoportfoglalkozásaink, amikor bemegyünk egy iskolai osztályba a kollégákkal, akkor interaktív foglalkozásokat csinálunk, ami azért jó, mert a gyerekek, akik részt vesznek, azok el tudják mondani, hogy mi az, ami érinti őket, mi az, amivel szeretnének foglalkozni, mi az, amiről szeretnének beszélni, és azt kimondhatom, hogy nem az eset kapcsán, hanem évekkel ezelőttre visszatekintve, majdnem minden osztályban előjött ez az iskolai zaklatás, bántalmazás. Ugye ennek sok formája van, tehát hogy most én itt nem kifejezetten a fizikai bántalmazásra vagy bullyingra gondolok, hanem elsősorban a lelki bántalmazásra. Tehát, hogy ez már nagyon régóta bent van, és hát igen, foglalkozni kell vele, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy lehet ellene tenni, és ez az egyik legfontosabb például, hogy itt ülünk, és most te megkérdezed, beszélünk róla, tehát benn van a tudatban, benn van a te tudatodban is, hogy ez mellett nem tudunk elmenni, hogy erre valami reagálást szükséges tennünk. És nagyszerű lehetőség, hogy hozzátok lehet fordulni, és egy egész osztályközösséghez juttok el, hogyha megfelelő időben megfelelő jelzés érkezik hozzátok. Abszolút. Azóta is kerestek meg bennünket, tehát volt ugye egy nagyvárosi rendezvényünk, és azt követően is kerestek meg iskolák, hogy menjünk ki hozzájuk. Volt, aki konkrét esettel kapcsolatban keresett meg, volt, aki csak azért, hogy preventív jelleggel menjünk ki, és hát nyilván itt a pedagógusok is központba kerülnek, tehát nyitottak vagyunk arra is, hogy a pedagógusokkal felé módszereket, technikákat, vagy egyáltalán egy osztályképet megnézni egy mentálhigiénés szemmel, hogyan lehet, milyen technika van erre, hogy feltérképezzék például a belső kapcsolatrendszert. Vannak olyan pedagógusok nyilván, akiknek van erre érzékük, hogy bemegy egy osztályba, és látja, hogy ki hol ül, és rá tud nézni, milyen kik a belső vezetők, kik a csoportban a fontos személyek, a tagok, kik vannak periférián, de nem mindenkinek van meg ez a képessége, adottsága, de erre is vannak technikák, lehet szociometriát csinálni például, ahol kölcsönös választások alapján egy tesztet kell kitölteni a gyerekeknek, és szépen egy szociogramon kirajzolódik, hogy kik azok, akik periférián vannak, és akkor ő feléjük nyilván nyitni kell, tehát hogy sokkal többet kell velük foglalkozni, vagy jobban oda kell figyelni az ő mentális állapotukra, vagy a csoporton belül elfoglalt helyzetükre. Osi, ha már iskolába ti is jártok szűrni. Megyünk szűrni, bíztuk az invadi készüléket, hiszen egyre nagyobb probléma, én úgy gondolom, napjainkban a fiatalok elhízottsága, mozgásszegény életmódja, és az ebből adódó későbbi mozgásszervi problémák, amikre próbálunk mielőbb fényt teríteni és kiszűrni, illetve megoldást kínálni. Szülők nagyon sokat panaszkodnak, hát én magam is látom, hogy sokat van a kezükben a telefon, sokat ülnek a számítógép igen. előtt. Azon túl meg megint csak ülnek, mert tanulni kell. Igen, igen. És hát kevés az idő a sportra. Panaszkodnak erről a gyerekek nektek? Esetleg ők is érzik-e ezt, hogy megvan-e már bennük ez a belső indítatás? Vagy legalábbis kapizsgálják-e már a témát? Mert mi szülők nagyon aggódunk. Nem feltétlen. Talán akkor szembesülnek a problémákkal. Mi ugye nyáron szoktunk csatlakozni az értékőrzők táborához, és ott egészségfejlesztő tevékenységet végzünk. És ott szembesülnek sokszor a gyerkőcök a fizikai állapotukkal, amikor elindulunk túrázni, és egy fél óra után mondják nekünk, hogy hát ők életükben ennyit nem mentek, és tényleg érződik, hogy annyira egyre kevesebb időt fordítanak a családok arra, hogy közös programot létesítsenek, hogy kimozduljanak esetleg kirándulni. Ugye nagyon sokan iskolába autóval viszik a gyerekeket, és egész nap ülnek az iskolában, otthon a házi feladat készítése alatt szintén ülnek, és ha ebben a felé
épülő izomzatot felépítő szakaszban nem alakul ki egy olyan izomzat, akkor később a 20 éves korban, amikor már ezek a negatívba menő folyamatok elkezdenek kialakulni a szervezetben, akkor így, utána menni. Igen. Egyrészt az izomzat, a csontritkulás kialakulása, tehát számos a szív- és érrendszeri betegségekre, a cukorbetegségre hajlamosít, tehát egy számos olyan betegség fog kialakulni a szervezetben, ami egyre nagyobb probléma. Ezeken az iskolai találkozásokon az étkezésről, a helyes táplálkozásról beszéltek-e a gyerekekkel? Igény esetén beszélünk róla, és ugye jövőre szeretnénk elindítani dietetikai tanácsadásunkat, ami akár a fiatalabb gyerkőcöknek, akár a felnőtteknek, vagy különböző betegségekkel küzdőknek is elérhető lesz. Hát ha már akkor itt vagyunk a jövőnél, akkor nézzük a 2024-es esztendőt, mi mindent terveztek. Zoli? Igen, hát nyilván továbbra is a Lelki Egészségfejlesztési Központ ugyanúgy a szolgáltatásait biztosítja a Tapolcán is környékén élők részére, tehát bárki jöhet, ugye jelentkezhet egyéni tanácsadása. A bevált csoportjainkat szeretnénk tovább folytatni, tehát a szenvedélybetegség fókuszban, illetve ami mindig nagyon sikeres, az a szorongás és pánik betegséggel küzdők kis csoportos foglalkozása. Azt is szeretnénk elindítani, illetve... Szeretnénk a kollégákat is egy kicsit bővíteni, tehát hogy új tagokkal bővül a csapatunk. A pszichiátriai problémákkal érintett személyek részére szeretnénk egy olyan új, úgymond szolgáltatást bevezetni, ahol egy tapasztalati szakértővel beszélhetnek. Tehát akinek úgymond súlyos pszichiátri kórképpen átesett pszichiátriai betegről beszélünk, aki tapasztalati szakértőként, tehát hogy gyógyultként fog részt venni a mi csapatunkban, és nyilván ő teljesen más szemszögből tudja elmesélni a saját esetét, hogy ő neki mi segített ebből a betegségből kilábalni, vagy gyógyulni. Sokkal másabb, sokkal hitelesebben tudja előadni, mint egy szakember, aki nem élte meg, és hát ez egy nagyon fontos előrelépés lehet, ez az egyik. A másik pedig lesz egy új férfi tagunk, akit szintén az egyéni tanácsadásokban lesz elérhető. Egy plébános volt, tehát hogy az egyházi vonalat képviselni fogja, és nyilván mint mentálhigiénész szakember fog becsatlakozni a Lelki Egészségfejlesztési Központba, úgyhogy ővel is találkozhatnak majd a segítségre szorulók esetleg, akinek például van egy ilyen spirituális érintettsége, vagy a hittel kapcsolatban, akkor őt meleg szívvel tudom ajánlani, hogy majd őt keresse meg. Orsi, akkor nálatok a dietetika lesz a Igen, az ez lesz a jövő évi meglepetésünk. Ezt nagyon régóta én úgy gondolom várjuk és készítjük elő, hogy végre teljesüljön, illetve különböző témájú előadásokkal szeretnénk készülni, és hát a népszerű mozgásprogramjainkat tovább vinni. És persze be lehet csatlakozni folyamatosan. Természetesen, igen. Mondjuk el azok számára, akik esetleg most szembesülnek ezzel a sok-sok lehetőséggel, ami itt a Tapolcán mindenkinek a rendelkezésére áll ingyenesen. Fontos. Nagyon fontos, hogy ingyenesen. Hova kell fordulni, mikor lehet hozzátok fordulni, mikor vagytok az irodában? Igazából ugye az Ady Endre utca 22 szám alatt van az irodánk, tehát hogy mind a testi, mind a lelki egészségfejlesztési iroda megtalálható. Ahogy Orsi már az elején elmondta, hogy Facebook oldalunkon, ugye ez ilyen anomália, hogy az indulásunk az külön van, ezért a Facebook oldalunknak is kettő profilja van, tehát Igen. Van egy testi egészség, vagy egy ilyen egészségfejlesztési iroda, és van a lelki egészségfejlesztési Facebook oldal, tehát ott lehet ugye nyilván informálódni, ott megvannak az elérhetőségeink, a telefonszámaink, illetve bárki bejöhet napközben munkaidőben, és akkor ott nyugodtan tájékozódhat, illetve nyilván azt tudni kell, hogy munkaidőkön túl is biztosítjuk a lehetőséget, akár az egyéni tanácsadásban, ugye nagyon sok esetben előfordul, hogy valaki dolgozik, és nem tud
a munkaidőben ott lenni egy egyéni tanácsadáson esetleg, és akkor nyilván ővel megpróbálunk rugalmasan hozzáállni, hogy megkapja a segítséget. Illetve a csoportok is általában, minden mentális kis csoportunk általában a délutáni órákban van, hogy ne zárjunk ki senki olyat, aki a munka miatt elfoglalt, és hogy ők is tudjanak csatlakozni. Jövőben is megpróbáljuk ezt a tendenciát továbbvinni, hogy mindenkihez eljussunk, és aki segítséget igényel, annak tudjunk segíteni. Hogyha most egy nagyon nehéz időszak elé nézünk, mint lelkileg, mint testileg, jön karácsony, és azt hiszem, hogy ez megterhel bennünket eléggé. Ha még valaki most szeretne akár a lelki egészségével, akár a testi egészségével foglalkozni, becsatlakozhat-e még valahova? Valamelyik olyan csoport, ahova most be lehet csatlakozni, vagy majd az újévi fogadalmakkal kezdjük inkább? Én úgy gondolom, hogy azért már mindenki gondolatban a karácsonynál járt, tehát a lelki készülődés nagyon-nagyon fontos, és én úgy gondolom, szerintem Zoli is egyetért, hogy ilyenkor hajlamosak vagyunk szétforgácsolni az erőtartalékainkat, és az ünnepre úgy készülni, hogy nem tudunk teljesen ráhangolódni. Úgyhogy én azt tanácsolnám, hogy várjuk meg az újévi fogadalmakat, ami az elhatározásunkat minél jobban megerősíti, és újult erővel várjuk sok szeretettel az érdeklődőket. Azt gondolom, hogy karácsony után be fognak telni nagyon hamar a mozgásos programok. Igen. Zoli, nálatok mi újság? Abszolút tudok csatlakozni a Zorsira a csoportos programjainkkal, viszont az egyéni tanácsadások azok prioritást élveznek ebből a szempontból, ugye, mint már az elején említettem, igen, hogy az ünnepek közelette sok mindenkinek nehézséget okoz mentálisan. Úgyhogy itt az ünnepek előtt egy ilyen nagyon intenzív, a kollégák részéről egy bevonódás, vagy egy ilyen kapacitás, kitolás, hogy minél több ember meg tudja kapni a segítséget, aki igényli, hogy akár ne legyen tragédia vége, vagy akár csak egy kis iránymutatást tudjon kapni, tehát hogy ezt igyekszünk ezt az ajtót még így ünnepek előtt nyitva hagyni. Amire én még a fókuszt így helyezném a jövőre vonatkoztatva, hogy szeretnénk egy következő hanghalló csoportot elindítani, ami nagyon fontos szerintem, illetve egy stigmatizációs ellen küzdő csoportot, ami még az általános bevált csoportjaink mellett, ez egy fontos szakmai munka szerintem. Hát azt gondolom, hogy erről majd külön is kellene beszélgetnünk. Igen. Erről külön is annyira érdekes egyébként maga a jelenség is. Abszolút. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük a lehetőséget. Békés áldott karácsonyt kívánok nektek, és remélem, hogy lesz időtök kipihenni ezt a 2023-as rendkívül sűrű esztendőt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.